Dr. Rónáné Falusi Júlia pszichológus fotókiállítására sokan kíváncsiak voltak. A lélek tükre, az érzéseket, az életkörülményeket, az élethelyzeteket, fájdalmakat, örömöket, kapcsolódásokat, rengeteg minden. Többfajta témakört állítottam össze. A témakörök egy része olyan, ami arcok, tekintetekről szólnak, de szólnak ezek testvérkapcsolatokról. A testvérek vajon hogyan néznek egymásra, hogyan kommunikálnak egymással a tekinteten keresztül, illetve apákról és gyerekekről szólnak ezek a képek. Az érdekessége, én azt gondolom ennek az, hogy nagyon különböző kultúrkörbe sikerült eljutnom, nagyon különböző országokba, ahol próbáltam megtalálni, hogy mi az, ami közös minden gyerekben, független attól, hogy hol él, a világ mely részén. Ez a fájdalom, az öröm és a szeretet kategóriája. És ezeket igyekszem visszaadni a képeken. A képek Peruba, Mexikóba, Indiába, Kínába, de itt Tatabányán is készültek. Azt gondolom, hogy a közös pontokon kívül látszanak nyilván azok a különbségek, amik a élethelyzetekből erednek, és hát ezekből próbálok majd összerakni egy olyan egészet, amiből a gyermeki lélek, a gyermeki tekintet, a szem a lélek tükre visszaadható lesz majd. Az alaptémák, amiket feldolgoz, a testvérek, az apák, ugye ezek a témák vannak benne, az mind egy ilyen családépítő, illetve családról szóló dolog. Teljesen kijön a Julinak a stílusa ebben, hogy ő milyen szemmel néz egy gyerekre, és hogy milyen dolgokat vesz észre egy képben. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó a kiállítás. És hogy miként kapcsolható össze a két tevékenység? Imádom. Ugyanakkor mégsem más csinálok, mint ami a hétköznapi munkám, mert a figyelem, az elfogadás, a pozitív értékeknek a felkutatása egy kis pszichológiai rendelőben épp úgy fontos, mint akkor, amikor kimegyek a hegyekbe Peruban, és ott keresem meg a gyerekeket, és ugyanúgy az elfogadást keresem, a pozitív értékeket, a mosolyokat. Hát valahol a kettő nagyon összekapcsolódik, azt gondolom.